szépen állunk. 5 - 5. 5 - 5. Hol van Jelizaveta bam? Bim bam. Bim bam. Mit akarunk tőle megölni? Csirkefogó. Kopjon már le, már lehajítom a lépcsőről. Róla, hevet! Fent egyenes tovább, tovább, folyvást előre ment. Nem aludt, nem ivott, nem ivott, nem evett. Nem aludt, nem ivott, nem evett. Aztán egy reggel jókorán sötét erdőbe ér, és többé soha nem hallották hírét soha. Hogyha megtudja valaki, hol van az emberünk, szóljon hamar, szóljon hamar, szóljon hamar. Nekünk, 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 nekünk. Ember egyszer útra kell, tarisznya nála bot. Csak mendegél, csak lépkedett, csak vándorolgatott. Ment egyenes tovább, tovább, folyvást előre ment. Nem aludt, nem ivott, nem ivott, nem evett. Nem aludt, nem ivott, nem evett. Aztán egy reggel jó korán sötét erdőbe ért, és többé soha nem hallották hírét. Szeretem az elválasztott Fridunát, olyan, mint egy kerítés a fejemen. Szeretem a kerítést a fejemen.
Ivanovics háta mögött, de se előtte, se körülötte nincsen semmi. Ügyes! Bravo! Na hát! Ez az Ivan Ivanovics! Most viszont az alábbiakat kell közölnünk. Ivan Ivanovics előtt, mögött és körülötte nincsen semmi. De Ivan Ivanovics belsejében sincsen semmi. Tulajdonképpen arról van szó, hogy Ivan Ivanovics létezik is, meg nem is létezik. Hát ez az igazság. Akkor, hogy is van ez az egész? Ha azt mondjuk, hogy sem belül, sem kívül nincs semmi, akkor felmerül a kérdés, hogy minek a belsejében és mi kívül nincs semmi. Akkor ezek szerint mégiscsak létezik valami, amiben és amin kívül. De lehet, hogy nem létezik? Akkor viszont mire mondjuk, hogy belül és kívül? Nyilvánvalóan zsákutcába jutottunk. Most már magam sem tudom, mit mondjak. Hogyan tovább? Mi lesz? Hegyen át, be van fűtve, és kis egérként játszadoznak a bajuszkárukkal. Piacon tyúkot vásárolunk, mindig ügyeljünk arra, ne legyen foga, mert ha foga van, akkor már nem tyúk.